kék és narancssárga fényekben pompázott a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapján az IZAUM, a Soroptimist nemzetközi szervezet egyik magyar klubja Szombathelyen, pontosan itt alakult meg 2014-ben, ezért döntöttek úgy, hogy ezen a helyen hívják fel a figyelmet a világméretű akciós színeivel a nők védelmére. Azt, hogy itt foglalkozni kell ezzel a témával, az pedig a 2016-os programunk bizonyította be. A projektünk egyébként a KUS névre hallgat, ez egy provokatív elnevezés. Közel egy udvarias segítő szavakkal ennek a betűszónak a rövidítése, és ebből is látszik, hogy mi elsősorban a családon belüli verbális erőszak problémájával foglalkozunk. A világnapon apró süteménnyel, Szent Márton kiflivel és teával, forralt borral várták a nők elleni erőszakot elutasítókat. A szombathelyi szervezet segíti a gyermeküket egyedül nevelő anyákat, a gencsapáti gyermekotthon lakóit, és támogatja a fogyatékkal élő fiatalok kultúráját. 21 fős a tagságunk, akik mellett még azért vannak számos olyan segítők is, akik ugye nem tagok, csak segítőként vannak jelen a munkánkban. Feltekinték magas mennyországba. A rendezvényen fellépett Szabó Tibor, a Vörös Sándor Színház művésze, valamint képviseltette magát a szintén a nők érdekében tevékenykedő Zonta Klub szombathelyi csoportja is.